88 éves Magyarország legidősebb rabja. A férfit a múlt héten ítélték 10 év börtönre, mert megölte élettársa lányát. Az idős férfi egy nem létező problémára reagált érthetetlen dűvel, pedig az elmeszakértő szerint a fóti nyugdíjas pontosan tisztában volt tette következményeivel. Lassan vezetik S. Istvánt a Budapest környéki törvényszék bírája elé. Az idős ember bizonytalanul mozog, a kezei pedig bilincsben. A bilincset legyen szíves meglazítani, és tegye nyugodtan le amiben az étele van, a zacskót, meg hogyha szeretné, a kabátját is vegye le, bár elég hűvös van. Ja, akkor ne vegye le. Az 1934-es születésű, most 88 éves férfit tavaly január óta egy budapesti börtönben őrzik, mert brutálisan meggyilkolta élettársa lányát. Lakóhelye? Hol lakik? December 9. De lakik? Hol lakik? Most? Uh-huh. Nem most, hát amúgy. A szakértők szerint az elesetnek tűnő idős ember nem szenved szellemi leépülésben, pontosan tudta, mit tesz. S. István mindent beismer, nem akar védekezni, így már itt az előkészítő ülésen megszületik az ítélete. Szeretne tárgyalást? Vagy lemond a tárgyaláshoz való jogáról? Lemond? Hát legyen tárgyaljunk meg, és fejezzünk be. Az idős férfi Fóton ebben a társasházban élt élettársával, békességben és szeretetben közel egy évtizede. Az asszony családjába is jól beilleszkedett. Magyar nyugdíja mellé külföldi munkája után is folyósítottak neki pénzt, olykor párja lányát, Z. Erikát kérte meg, hogy vegye fel neki az összeget. Ám egy nap a fejébe vette, hogy hiányzik 200 ezer forintja, amit a bankkal összejátszva Z. Erika lopott el tőle. A bűncselekmény megelőző héten István vádlott, többször számon kérte, meggyanúsította Erikát, és bement a számláját vezető OTP bankfiókba is, hogy pénzt vettek el tőle. Kérte a Erika, hogy menjenek be és tisztázzák ezt a helyzetet. A nyomozók semmiféle bizonyítékot nem találtak arra, hogy az idős férfit meglopták volna, ő azonban ragaszkodott a rögeszméjéhez. Megfenyegette élettársa lányát, aki ezt nem vette komolyan, betudta időskorának. Nem is sejtették, hogy S. István azt tervezgeti, hogy pisztolyt szerez és agyonlövi a nőt. Amiatt csinálta, a pénz miatt, nem? Hát igen. A pénz. A számlámról, ahogy jött külföldről. Svájcból, igen. Azt a pénzt el akarta lopni. 2021. január 8-án ebédidőben Z. Erika a szokásos látogatására érkezett édesanyjához, Máriához, ide a fóti lakásba. Míg az anya kávét főzött, lánya a szobában volt. S. István már megint vádaskodni kezdett, Z. Erika persze tagadott, ami felbőszítette az idős embert. Ekkor a vádlott István felkapott egy 14 cm penge hosszúságú kést, oda ment a sértethez, ismét számon kérte, hogy hol a pénze. A sértett észlelte, hogy a vádlottnál kés van, ezért azonnal védekezni kezdett, mely során a keze többször megvágta a vádlotta a késsel. Dögölj meg, ezt ordította S. István fékevesztetten, majd végzetesen megsebesítette Z. Erikát. Kétszer még a konyhában megszúrta az Erikának a nyakát. Így volt? Kétszer. Utána kimenekült a lakásból az Erika a Máriával, és összeesett az utcán. A járókelők megpróbáltak segíteni a haldokló nőnek, ám amikor egyikük kijelentette, hogy még érzi a pulzusát, S. István kitartóan folytatta az öldöklést. Ön utána ment, és a földön fekvő sértettet is még háromszor megszúrta a mellkasán.
ahogy ön mondta, szíven szúrta. Beletört a kés, majd felkapott egy téglát, és kétszer még fejbe ütötte. Ez mind így volt? Hát nem tudom, miért csináltam. Szürreálisan hangozhat, ahogy a megrázó részletekről tárgyilagosan faggatja a nyugdíjas férfit a bíró. A vádlott beismerő vallomása ugyanis önmagában nem elég a jogerős ítélethez. Ezért így megölte? 200 ezerért? Azt is bizonyítani kell, amit beismert. Z. Erika a helyszínen elvérzett a legelső nyaki szúrástól. S. Istvánt rövid időn belül még a háznál elfogták. Vádlott az egy idős ember, én viszont azt hangsúlyoznám, hogy a sértett, az viszont egy fiatal ember volt. Az áldozat családját képviselő ügyvéd is szót kért a bíróságon, hogy tolmácsolhassa Z. Erika lányának üzenetét. Kifejezetten tudatni szeretné a tisztelt bírósággal, hogy minél súlyosabb büntetést tartana méltányosnak, hiszen elveszítette az édesanyját, gyalázatos körülmények között végezte ki a vádlott. A Budapest környéki törvényszék emberölésért 10 év börtönbüntetésre ítélte az idős fóti férfit. Nincs olyan ok, amiért más ember életét ugye el lehet venni, de ez az ok meg különösen nem méltányolható, meg teljesen érthetetlen is, mivel egészen egyszerűen ezt ki lehetett volna deríteni, hogy akkor hova tűnik el az a pénz, és nyilván nem ez a megoldás, hogy megölöm. Úgyhogy amúgy nem is érti a bíróság, hogy egy büntetlen előéletű, tisztes állampolgár hogyan juthat el odáig, hogy így rendezi a konfliktusát. A kedvezményt és az előzetesben töltött időt levonva nagyjából 6 évet kell ülnie a fóti nyugdíjasnak. Az egyedülálló, gyermektelen és vagyontalan férfi 94 évesen szabadulhat. 6 év körülbelül. Jó, tessék nyilatkozni. Hát, hogy letöltöm, azt meg... Én öreg vagyok. Hát, attól még megölt valakit. Tudom, azért kapott csak 10-et. Az sem kizárt, hogy az idős férfi még hosszabb időre rácsok mögé kerül. Időközben ugyanis az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága legutolsó tájékoztatása szerint jelenleg 351 nyugdíjas korú rabot őriznek, ez István a legidősebb fogoly. A börtönökben hamarosan létrehozzák az időskorú fogvatartottak részlegét, ahol a fiatalabbaktól elkülönítve helyezik majd el a 60 év felettieket. Erre a biztonságuk és az életkoruk miatti speciális igényeik miatt van szükség.